Jó reggelt, fiúk, lányok, ez itt a Cubeform Studio, és ez egy kicsit rendhagyó videó lesz. Meglátjuk, hogy hogy fog szuperálni. Minden esetre az a lényege, hogy néztem egy Overwatch-ot itt Cségóban. Aki nem tudná, Overwatch az a reportolt játékosoknak, ugye mi megnézzük, és mi eldöntjük, hogy szerintünk használ-e például itt Cségóban ugye wallhacket, aimbotot, vagy ilyesmiket. És azt utána nem tudom, hogy mi lesz a sorsa ezeknek, de a mi kezünkben vannak, úgymond. És találtam egy igen érdekes, nem vagyok benne biztos, de vannak produkál fura dolgokat. Ezért gondoltam, hogy hozzátok fordulok, hogy ti szerintetek ez mi lehet. És hát nézzünk is bele igazából. Tehát egy részletet fogunk látni a játékból, nem az egészet. Illetve tudom, majd tekergetni fogom is, mert vannak holtjáratok. De vannak benne bizonyos dolgok, amik azért elég furcsák. És tényleg kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok erről. Úgyhogy megnézzük már is, előhozzuk a panelt. És akkor itt majd most mindjárt egy kicsit felgyorsítjuk. Először is, pause. Szóval úgy állunk, hogy 8-0-ba van a csapata a suspectünknek, tehát a gyanúsítottunknak. És nem tudom ugyan előhozni, de ő az első a... Igen, így elő tudom húzni. Tehát ő az első a csapatban, 11 killel, ami nem annyira gyanús, mert a másodiknak is ugyanannyia van. Nem vagyok benne biztos, meglátjuk, hogy a végére hogy áll majd. Úgyhogy vissza is kapcsoljuk már, hogyha vissza tudjuk. Azt mondja, itt ebből valahogy lehet rajzolgatni. Jó. Igen, valamikor nem akarja becsukni ezt, de mindjárt megnézzük. Most leraktam tálcára. Megnézzük, hogyha most visszajövünk. Na igen, itt van a bot, igen, itt nem tudjuk megnézni, hogy ő melyik, valószínűleg. De mindegy, close. Visszahozzuk őt, ezt megpróbálnánk lecsukni valahogy, ha leengedné csukni valahogy. Ezt a rost. Valahogy át kell ezt állítanom majd. Szóval, egy kisebb vágás után, mert itt voltak problémák a térképpel, visszajöttünk, és nézzük is igazából tovább. És elindítjuk, egy kicsit betekerek, és itt állítjuk meg, mert itt az első olyan alkalom, amikor még ezt mondom, azt mondom, hogy bum. Egy kicsit prefire volt ugyan, de még azt mondom, hogy ez benne van, ez még akár benne is lehetne. És igazából azt hiszem ez a kör, ez ennyi is volt számára, mert a többieket kinyírják a csapattársak. Ja nem, de ez itt ez tök egyértelműen, mert hallotta a lépteit. Ezt meg nem ölte már meg. Jó. Tehát ez az első kör. Igazából ez volt az első gyanús lépés. Most. Azt mondja. Ebben a körben azt hiszem ő nem is nagyon fog szerepelni. Egyetlen egy pontban lesz csak. Amikor itt följön a létrán is kitüzel. Mindjárt. Ha fölmegy. Na és itt. Ez is, hogy... Kilógép vagy a feje, és ellövi. Miközben ő ott posztol és minden. Igazából ez megint csak ennyi volt ez a kör, de ez is gyanús volt. Később lesznek igazából a nagyobb problémák, amikor úgy néz ki, mintha rátartana a fejére az embernek. Még ez is sima volt, mert hallotta a lépteit. És akkor ez, amikor már AK-ja van, itt lesznek a durva dolgok. Kicsit még gyorsítjuk. És most. Szóval itt. Ha megnézitek. Oda tartja, mert onnan várható az ember. Ez eddig tök egyértelmű. Viszont... Kicsit gyorsabbra, mert ez nagyon lassú. Most kiugrik. Elkezdi lőni, még ez itt semmi. És most... Elkezd ráhúzni a fejére. Ami... Még ez a lövésnél azt mondom, hogy rendben, belefér, de ez a lövés, ami most fog következni, ez... Ez annyira... Mint hogyha így ráhúzná az aimbot még egy picit finoman. Ez ami nagyon felkeltette első részről a figyelmemet. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről a két lövésről egyelőre, mert itt még később még lesznek, azt hiszem.
Közben a másik csapat elkezdett ugye a bázisukon ott nem csinálni semmit, tehát ott kempelnek, azt nem csinálnak semmit. Úgyhogy, de hát mondjuk 10-0-nál nem is hibáztatom őket végül is. Főleg, hogyha azt hiszik, hogy van egy kemper a csapatban. Még észre itt is fog egyet lőni, de az már nem headshot lesz talán. Ez mindjárt kiderül. Őt lelövik. És akkor jön a nagy megmentő. És... még azt se zárom ki, hogy Wallhack csak jól rejtegeti. És itt meghalt. Na, igazából... ezért nem vagyok benne biztos, mert hogyha aimozik, akkor lehet, hogy ezt is el kellett volna talán lőnie. És ezért nem vagyok 100%-ig biztos itt a döntésemben. Wallhacket én kizártam a témából. Itt is van egy érdekes dolog, amikor elvileg falon keresztül fogja majd ellőni az embert, emberünket. Méghozzá a baloldalit, aki most kinéz, és nem, ez simán benne van. Nem tudom, hogy min keresztül lőtt el, de ez egyértelműen látta és minden. Ez tök egyértelmű volt. Ez is ugye kiugrott, semmi. És azt hiszem, itt már nem is nagyon történik konkrétan semmi. Azt mondja, 30 sec. De még egyet azt hiszem ellő. De ezek már... igen, igen, el fog tűnni a smoke, és ott marad az egyik itt most. Na igen, itt Hedy. Megint, Deagle-el Hedy, kiugrik a fal mögül. Túl sok a headshots nekem, számomra. Nekem ez egy kicsit gyanús. A másikat már nem fogja ellőni. Sőt, őt lövik el. Szóval Wallhack semmiképpen, azt kizártam. Viszont az aim rendesen benne van nálam a dologban. Itt is azt hiszem lesz egy jó egy lövés, és itt ez a lövés is. Ez, hát ez nekem... nem tudom. Ez is headre ment, és nagyon gyanúsan, benne se volt a képe még az emberünk akkor, nem tudom. Nagyon tanástalan vagyok most, de... én nagyon hajlok arra, hogy használ egy aimbotot, amit lehet, hogy triggerör néha, meg... tehát kibekapcsolgatja. A másik, ami még itt gyanús, hogy... ugye jön az ember ott hátul. Ugrabugrál, várja gondolom. És az emberünk pont ott jön. Ő pont beáll ide most, amikor ott van. És... hát ugyan el fogja engedni ugye a célkereszt előtt most, tehát most lőhetett volna akár. De nem tette. És most fog aztán majd lőni. Igen, kiugrik. Eltalálta, de lábon, ha jól látom. Vagy karon, nem tudom. És utána... ellövi egyáltalán, mert már nem is emlékszem. Nem, őt lövik el. Na igen, itt... de nagyon fejre, nem tudom. Lehet, hogy nagyon jól... igen. De mindig egy picit a fej felé húzza, és nagyon finoman. De... felmerül bennem a kétség, hogy ugye, hogyha aimozik, akkor ezt elvileg el kellett volna tudni lőnie. Na itt is, nézzétek. Tűzön keresztül, ami végül is meg lehetséges, de lőtt aztán megint egy headit. Így elsőre. Mert elment a majdnem az egész élete. És... nagyon megint rá elkezdett a feje felé húzódni a célkereszt. Ami szintén megint egy kicsit furcsa volt számomra. Azt mondja, itt lesz még valami? Azt hiszem, itt még kéne. Még egy headshot. Tüzet. Látjátok, ezért is látszik, hogy nincs Wallhack jelenleg legalábbis benyomva. És meg is ölik. Rács Zeus-a. Szóval azért is látszik, mert ha látta volna, hogy ott ki fog ugrani, akkor elrakja a tüzet. És akkor fegyverrel fogadja, de nem fogad. Tehát valószínűleg a Wallhack-et kizártuk. Az aim az viszont benne van, mert rengeteg a Hedy. És azt hiszem még lesz Deagle Hedy is, és... itt az egyik ki fog majd nézni. Minden igaz. De őt pont nem fogja ellőni. És megint itt kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, hogy nem lőtte el. Sőt, a másikat se ő fogja
De, és ő lőtt el. És ráadásul, hát, vagy nagyon magas szinten van, de akkor meg miért reportolták, és rengeteg, és látjátok, most már 25-be van, míg a másik szerzett 3 killt, ezzel adta 7 kör alatt, addig ő szerzett 14-et. És ebből rengeteg volt a headshot, 40, majdnem 50%-os headshot az izéje aránya százalékban. Ami, hát nem kicsi, nem is nagy, de gyanúsnak gyanús számomra. Jó. Nézzük az utcsó kört, mert elmondom, hogy ez az utcsó kör. Boom headshot. Ugye három golyós, tehát a... Igen, három golyósan csinálta. Tehát három golyó fejbe, gyakorlatilag. Gyanús. És nem tudom, hogy... Ja igen, itt is lesz még egy elég jó momentuma. Meglátja fent állót. Boom, boom. Szerintem egy két headshot biztos megint ott beugrott. Hopp, erre a körre 100%-os a headshotja. Most már csak 50 valamiért. Jó. Az egyiket elrontott ezek szerint. Tehát az első fél időben is megvolt az 50, itt meg majdnem 100%-os lett. Jó, egykörös volt ez az izé. Ami azt jelenti, hogy minden lövése headre ment. Na most... Döntsétek el ti, hogy ti mit gondoltok erről. Számomra nagyon benne van, nagyon-nagyon-nagyon benne van az, hogy ez egy aimos. De megvárom a ti hozzászólásaitokat. Már ha lesznek, remélem lesznek azért. És hát... ja, tehát igazából ennyi. És a ti hozzászólásaitok alapján fogok dönteni az ő sorsáról. Kilépett a cségom, úgyhogy átrakom addig asztalra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtekintést. Tényleg kommentáljátok, hogy szerintetek cheater-e, aimozik, wallhack-et azt ki lehet zárni, mert szerintem egyértelműen nem wallozik. Viszont ez az aim azért szerintem egy picit benne van. De tényleg megvárom a ti hozzászólásaitokat, és ez alapján fogom elítélni. Köszönöm szépen a megtekintést. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ebből látom, hogy legyen-e még ilyen, vagy ne nagyon legyen ilyen. Ezt csak így tényleg azért csináltam ezt a videót, mert kíváncsiak, hogy ti hogy gondoljátok, mert engem megfogott ez most. Tényleg rengeteg headshotja volt. Igen. Tehát amiket nem headshotból ölt meg őket, azoknál is ugye ott az M4-nél például az első lövése az fejre ment. A másodikkal nem azt hiszem tüdőn találta, de annyira bizonytalan vagyok ebben, hogy inkább kikérem a ti véleményeteket is. Szóval még egyszer köszönöm szépen, és csak így tovább, srácok. Sziasztok!